A megújuló stadionhoz azonban minőségi labdarúgást is szeretne a közönség. Éppen ezért az idei szezont több új játékos igazolásával kezdte meg a HFC. Az első lépés jól sikerült, a hazaiak ugyanis Szilágyi Norbert góljával 1-0-ra nyertek az NB3 nyitófordulójában a vendég Békés Csaba ellen. Számos új játékossal a soraiban kezdte meg a HFC a 2016-17-es NB3 szezonját a hétvégén. A kéksárgák a Békés Csaba második csapata ellen mérkőztek meg hazai pályán. A sikeres találkozón a győztes gólt Szilágyi Norbert szerezte. Nagyon nehéz mérkőzés volt. Nagyon örülök neki, hogy győzelemmel kezdtük, ráadásul itthon. Egy viszontagságos felkészülésen mentünk keresztül, de úgy gondolom, hogy ez kárpótolt, ez a győzelem szerintem mindenkit a csapatnál. Major László, a HFC vezetőedzője, a Békés Csabai csapatot gyenge ellenfélnek értékelte, és így a mérkőzés is vegyes érzelmeket váltott ki belőle. Maradéktanul csak a győzelemmel tudok elégedett lenni, a játék az nagyon-nagyon hiányos volt. Sajnos 4-5 játékosom elfogadhatatlan teljesítményt nyújtott a mai mérkőzésen. Szerencsés a sorsolásunk, mert a Békés Csaba 2-t én gyenge csapatnak tartom. Most jön a neheze, és igenis előrefele játékunk az most egyelőre a nullával volt egyenlő. De hát rengeteget fogunk dolgozni, talán most jövő héten kialakul a keretünk, és úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok munka kell még, hogy 5 csapatot mi lehagyjunk. A csapat idén a biztos bennmaradást tűzte ki célul, ehhez minimum 5 riválist kell maga mögé utasítania. A további tervek között szerepel, hogy pár éven belül már a másodosztályban lépjenek pályára a vásárhelyi labdarúgók. A HFC következő hazai meccsét augusztus 21-én Dabas ellen játsza.